Akkor igen. Most. Most nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a vonalban köszönhetjük a 87 esztendős Bodrogi Gyulát, aki ha minden igaz, akkor itt van Skype-on velünk. Üdvözöljük, nagyon szépen köszönjük, és Isten éltesse. Igen, hát elsősorban ugye nagyon boldog születésnapot kívánunk. Köszönöm szépen, Dóra. Hát az az igazság, hogy le van írva nekünk egy ilyen egészen hosszú lista, de hát így nagyjából azt láttam, hogy önnek tényleg minden, tehát nincs nagyon olyan díj és elismerés a szakmában, amit ne kapott volna meg, tehát tényleg a Kossuth díj, kétszeres Jászai Mari díj, József Attila Színház és Vidám Színpad örökös tagja, és sorolhatnám, van-e nemzetszínésze, van-e esetleg olyan díj, amire még fenni a fogát? Hát amire fenem a fogam, az éppenséggel még nincs, mert majd 26-án fogom megkapni. Ez valamilyen filmes díj. De akkor... Cukor. Filmes cukor díj. De látom, és hallom, hogy súgnak a háttérből. Angéla súgó, de ezek... George Zucker. Igen, George Zucker. Na hát de akkor most már az is meg lesz. Aztán többet tudok róla mondani, most még csak annyit tudok mondani, hogy majd a Fodros barátom jön értem, és ő visz oda, ahol átadják. Akkor ez már egészen biztos, tehát már gratulálhatunk is előre? Biztos, hogy megkapom, mert különben nem jönnének, értem. Nem lehet, hogy értem, jönnek odállok, és az ego maga menjen innen. Hát egy ilyen kandi kamerás, ez lehet, hogy egy ilyen kandi kamerás díj, és akkor majd ott fog kiderülni. Lehetséges, hogy a végén azt mondják, hogy jót nevettünk. De volt ez egyáltalán az ön életében valaha cél, hogy díjakat kapjon? Nem, de úgy tudok örülni neki. Ugye az nem kifejezés. Nincs olyan díj, aminek ne tudnék. Azt mondták, hogy Nívó díj egy rádió szereplésért, ugyanúgy örültem neki. Én szeretek ilyen, adni is nagyon szeretek, de kapni, hát az valami egészen különlegesen jó. Hát nagyon sokat kaptunk is öntől itt az élete 87 éve alatt. Van-e esetleg valami? 15-én volt, hát most már a 88-ban vagyok. Na, jó, hát azért jól esik még fiatalítani. Akkor igen, jó. Még addig 87 éves végül is az utolsó napig, tehát hogy nem szabad fölfele kerekíteni. Igen, addigba vagyok, az már a következő helyzet, ez sajnos, tudom kimondani így, és még hallani is nagyon rossz, azért mindig azt szoktam mondani, hogy 1934-ben született. Aki tudja, számolja ki. Én nem tudnám kiszámolni, úgyhogy ez jó taktika. És akkor ugye adja magát a kérdés, hogy mi a hosszú élet titka? Mi még itt nagyon edzünk arra, hogy ilyen szép kort éljünk meg. Hát a legfontosabb, tehát ami nagyobb, ami elengedhetetlen, hogy sokáig kell élni. Azt mondjuk igaz, az mondjuk jó alap. A legfontosabb recept. Ezen kívül hát különösebbet nem tudok. Jó szülőket kell szerezni, mert ez nagyon fontos hozzá. A nővérem 91 éves most. Jó, akkor önök jól választottak szülőt. Akkor ehhez is gratulálhatunk. Igen. Hát a jó Isten segítsége is kell. Mivel tölti a napokat, mi az, ami örömet okoz? Szerintem az is nagyon fontos, hogy az ember nyilván élvezze az életet és a mindennapokat. Ön azon túl, hogy nyilván a szakmája, de mondjuk mi az, amivel a szabad idejét szereti tölteni? Hát amit most élünk, az jó tanulmány arra, hogy mi is az igazán jó. Mert amit most egy éve csinálunk, az az igazán rossz. Ahhoz csak az kell, hogy ki kell bírni. És lehetőség szerint ezt a most már lassan ilyen idegesítő, romboló helyzetet valamilyen formában úgy csinálni, hogy azért ezt túl lehet élni.
Ez most nagyon fontos. Ha azt mondják, hogy be kell oltatni magad, akkor oltasd be. Ha azt mondják, tegyél szájkosarat, akkor tegyél szájkosarat. Ha azt mondják, legyél másfél méterre, vagy mit tudom, mennyire a következő embertől, akkor ezt próbáld megoldani, mert lehetetlen. Mindent megtesz az ember. Elmegy az áruházba, hát nagyon nehéz úgy fizetni a kasszánál, hogy így oda dobom a pénzt, ide dobja a számlát, tehát oda kell menni. Most ha lemérem, nincs meg a másfél, de törekedni kell rá. Szóval mindent be kell tartani, ezen kívül az egészre fittyet kell hányni. Ezt nem tudom, hogy megtanítani. Éreztem, hogy egy másfajta kifejezés torulna elő, de tévésítette. Csak mivel egy ilyen televíziós nyilvánosság, ezért gyorsan átfogalmaztam, és így a fittyet jutott eszembe. De mind értjük, hogy mire gondolt, igen, szerintem. Mindenki olyat választ, olyan fittyet, amilyet akar, de nagyon fontos, hogy nagyon nem szabad beletörődni. Na, de azért ez egy elég jó tanács a hosszú életre, nekem legalábbis, hogy meg kell tanulni fittyet hányni, mert ez most egy ilyen időszak, amikor az ember ezt tanulhatja. Mert ha az ember mindenen fölidegesíti magát, akkor az vesz el az élet lehetőségből. Tehát az nagyon fontos, hogy az ember saját maga körül mindenképpen nyugalmat, valamilyen olyan önfegyelmet, vagy nem tudom, hogy lehet ezt jól kifejezni, de hogy saját magával törődjön, na, ez a biztos. És dolgozni mennyire tud most ebben az időszakban, egyáltalán dolgozik-e? Hát, online. És mit jelent Bodrogi Gyula életében az online dolgozás? Fogok a József Attila Színházban rendezni egy darabot, egy szoknya, egy nadrág, az, hogy mikor kezdünk próbálni, mikor lesz a bemutató. Az olyan ismeretlen egyelőre, mint az, hogy mikor lesz a járványnak vége. Lesz-e vége a járványnak? Volt-e ez a járvány már előbb is, amikor még nem tudtunk róla? Amikor már ráharaptak erre, hogy van ez a járvány, és ezzel fegyelmezni lehet az embereket, onnantól számoljuk. Hát ez tavaly előtt, már nem is tudom, hogy... Hát most már egy éve gyakorlatilag, igen. Egy évet, már több, mint egy évet. Borzasztó rég, túlságosan rég. Na most ez egy olyan dolog, hogy egy idő után minden, még a háború is olyan, hogy egy idő után immunissá válunk. És amikor az ember immunissá vál, akkor elkezd ellene érezni. Tehát először megijedünk a járványtól, aztán védekezünk ellene, aztán na még egy kicsit kibírjuk, és aztán jön az, hogy na, ezt most már nem bírom tovább. Hát reméljük, hogy szó szerint immunisak leszünk előbb-utóbb rá, hogyha mindenki végre beoltja magát, és akkor eljutunk oda, hogy tényleg immunisak leszünk erre. Hogy lehet színházba menni, mert hogy lehet étterembe menni. Mert például az a terasz nyitva, de bent zárva van. Na most, ha nekem pisilni kell. Pelus. Akkor aztán nagyon nehéz a dolog. Tehát még van dolgok, amiket még majd ki kell dolgozni, hogy lehet ezt a sok minden különböző utasítást végrehajtani. Hát reméljük, hogy minél hamarabb a végére jutunk ennek, és önnek további nagyon jó egészséget kívánunk. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük, időt szakított ránk. És mindenkinek nagy-nagy és sok-sok boldogságot kívánok. Köszönjük szépen, fogadjuk, igen, és sok fittyet. És sok fittyet, viszontlátásra.